mindenképpen megjegyezni. A tüzet elviszik a partra, itt a hír, és visszafordít. Igazából a nyúlás miatt nem kell, ez lesz a... Ez lesz a munkatávolságunk. Picit közelebb hozom, mert rövid a kötél, mert ennek majd oda kell érnie. Ezt kikötjük a hogy van, standra fixen kikötjük. Yes, ide is kötünk egy csomót. Amúgy a 8-as perec fülnél, vagy mindegy minek hívjuk, 8-as fülnél, elég akkora csomót kötni, hogy beleférjen a karabinál. Csak vigyázni kell, nehogy visszacsúszson. És akkor most jön a rusztikunk. Direkt háromszor csinálom. Fontos mondom minden csomónál, de minden csomónál, hogy rendezd el a kötelet. Mert ha nem rendezed el a kötelet, akkor a csomó önmagát vágja el. Minden vaskot összerakok, amit találok. Fölteszek ide egy csigát magyarul, próbálom elrendezni, és kész is vagyok. Annyi különbséggel, hogy erről azt kell tudni, hogy az a visszacsúszás gátló, hogy mindig húz egy ember rajta. Ha az nincs, akkor ugyanúgy teszek oda, egy visszacsúszás gátlóval, egy pluszikot, akár ugyanehhez a stranghoz. Jó? Vagy egy másik. Vagy a null csomót használom arra, hogy egy ember mindig után feszít, és gyakorlatilag az úgy működik, hogy amíg tartják, addig után feszít, vagy teszek rá egy visszacsúszás gátlót, amihez odaállítok megint egy embert, hogy ne legyen holterem. Ez úgy működik. Kicsit jó, rövid munkatávolság. Ja persze, bocsánat. Annyit rontottam el, ugyebár oda kötöttem a csomót. A csomó megkötésével ennyi a munka felület. Éppen elmegy. Ha rövidebbre kötöm, akkor kisebb munka felületünk van. Mit értek a munka felület alatt? Ezen ekkorát tudok húzni. Húzd meg most. Nem úgy. Hát nyúlik a kötél értelemszerűen. Ezzel valaki húzom? Ennyi, engedd el. És amikor ezt elhagytam, akkor visszamegyek, és megint elkezdem húzni. Ez a munkafelületem. Mindig ezen a távon dolgozom. Jó? Ez így működik. Akkor itt megint egy ember vagy a null csomót húzza, vagy ezen húz, és akkor szépen húzom el. Ez negyed el. Na most, ami nagyon rossz ebbe a csigasorba, hogy ez a kötél, ez nagyon is. Jó, de működik igazából, csak a nyúlásnál mindig elvesztek egy keveset. Ennyi. Jó, akkor visszaengedem, ez megfogja a visszacsúszás gátlókét. Mondom, vagy a null csomón mindig húzok. Ennyi az egész. Mi a különbség két rendszer? Ez 4, az 3. Meg ez bonyolult. Ez két kötélke, relatív bonyolultabbnak tűnik, az egyszerű. De a legegyszerűbb az, amikor a hajóra kötsz egy csigát, vagy egy karcsit, és azon áthúzod. Az kettes. Az felezi az erőket, ez negyedeli, az édrek harmadolja. Ennyi. És mondom, azért kötöttem direkt két kötélre, hogy lássátok, hogy ez a fő kötelem, ezzel meg csak a feszítést csinálom. Mire jó még? Nem mondom, de mondom. Miért biztonságosabb, mint az édreg? Miért biztonságosabb ez a pig rig nevű rendszer, mint az édreg nevű rendszer? Azért, mert ha a feszítő rendszer elszakad, akkor a fő kötelem az egy különálló történet, és az megáll. Még egy dolog, mindig a csomónál fog elszakadni. Itt például
véleményem szerint ez a leggyengébb pont. Ez a kötél elvágja, ez összeégeti a nyomástól, az erők átadásától a főkötelet. Illetve ott szokott még gond lenni, annál a légcsomónál. Azon vannak a legnagyobb erők. Meg itt is, amikor húzod, akkor... Ott ugyanaz, amikor húzom. Ott tudja elvágni. Jó, szerintem lehet csinálni. Még mit akartam? Végül is másnap. Kötélgyűrűből is lehet standot csinálni.